Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2023. február 1-én este 7:30-tól. Napelemes kandelláberek lesznek a Vajasparton. A gelira kertészek télen sem tétlenkednek. Fergeteges télűző préló, fonó horvát bádusnokom. Kalocsai képeslapok címmel új programsorozatot indít a DK Kalocsán. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi tartott sajtótájékoztatót. Jó hír többek között a Vajason evezők számára, hogy a parton napelemes kandelláberek segítik majd a tájékozódást esténként és egész évben, még a téli időszakban is gondozott terület várja a vízszerelmeseit a csatorna belvárosi szakaszán. Tiszta, rendezett a D7 közösségi ház mögötti Vajaspart, illetve annak környéke. Mindez annak köszönhető, hogy a gerilla kertészek nem pihennek télen sem. Azt jelenti, hogy a parkot, azt a parkot, amely itt van mellettünk a Damjanich utcai garázssornál, önkéntesekkel már lenyestük azokat az elburjánzott faágakat, amelyek most már évek óta sajnos elfoglalták a területet, kitakarítottuk, következőben teljesen le fogjuk vágni, és a meglévő eszközeinkkel tavasztól karban tartjuk, gyakorlatilag ott is egy park lesz, egy nyírt, gyepes park, ugyanúgy, ahogy itt a Vajasparton is. Ahova még azt nem is említettem, hogy 5 darab fény, napelemes kandalláber fogja a fényt adni, úgyhogy akár este is lehet erre sétálni. A Gerilla Kertész Egyesület tevékenysége jelenleg két részre bontható. Egyik a túrázás és a sárkányhajózás, melyet évek óta űz és népszerűsít a csapat. A másik a versenysport. A szövetség elvárása volt részünkre. Ennek támogatásaként a tavalyi évben már hetente kétszer Paksról egy szakképzett edző látogatott meg bennünket. Pillanatnyilag körülbelül 20 gyerek van, akik a verseny kajakozást már gyakorolták. Én bízom benne, hogy most a télen az uszoda hiánya, és hogy nem tudunk sportcsarnokba menni edzeni, ez nem fogja a kedvüket szegni. Szombatonként már februártól elkezdjük az erősítéseket, sétálunk, utána futunk, és a kalocsai szabadtéri kondi parkokban erősítünk, és ahogy lehetőség van rá, vízre szállunk. Tervek szerint így fel fog pörögni a kajak-kenu versenysport is. Fogunk az iskolákba az edző segítségével ismét egy toborzást tartani kora tavasszal, és nagyon bízom benne, hogy itt a megújult környezet, a jó társaság egyre több fiatalt is ide fog vonzani hozzánk. Dusnokon a télűző, téltemető fonónapok az egyik legjobb dolog a télben. A rangos és színes kulturális programjairól és horvát gyökereinek őrzéséről ismert községben január 28-án szombaton fergeteges préló fonó horvát bállal vette kezdetét az egészen február 11-én hajnalig tartó táncházi mulatsággal záruló programsorozat. Drági gosti, srdačno vas pozdravljamo na već tradicionálnom balu, na Ráckon prélú dusnoku. Kedves vendégeim! Először horvát, majd magyar nyelven köszöntötték a bál vendégeit a feldíszített művelődési házban. A rendezvényt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Tamaskó Péterné Éva vezette. Három korosztályos csoporttal működő Bisert tánccsoport felnőtt tagjai szervezték, és mi sem természetesebb, hogy a talpalávalót ezúttal is a kitűnő helyi horvát nemzetiségi zenekar a Zábavna Industria pengette. Szombaton este 8 órakor kezdődő bál visszaigazolta azokat a véleményeket, hogy a horvát néptáncnak, a kolónak, amely alapvetően társas tánc, egyfajta közösségteremtő ereje van. Ahogy megszólalt a vérpesdítő muzsika, a bál közönsége szinte egy emberként állt fel, és töltötte be a művöldési ház nézőteréből kialakított nagy táncteret. Hogy a télűzésnek mekkora lesz a hatása az időjárásra, nem tudjuk, de azt igen, hogy a dusnokiak megint egy jól szervezett, fergeteges bállal tisztelektek őseik,
és a régi hagyományok előtt. A DK közösségi szolgáltató tér Kalocsa, Hunyadi utca 47-49-es szám alatti helységben január 30-án hétfőn dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Demokratikus Koalíció választókerület elnöke, területi igazgatója, Cselik Mária, a népművészet táncmestere és Balogh Csaba, az őt bemutató dr. Magóné szerint közművelésben jártas szakember tartott sajtótájékoztatót. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi a sajtótájékoztató résztvevőinek bemutatása után elmondta: nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben a téli időszakban is, amikor nincsenek kültéli programok, ismereteket, szórakozási lehetőségeket nyújtsunk a kalocsai emberek számára, majd felkérte Balogh Csabát, mondja el gondolatait. Szeptember óta, az elmúlt év szeptembere óta indultak, és a politikai vonulat mellett eléggé komoly igény van arra, hogy a kulturális igényeket is kielégítsük. Itt mindig újabb és újabb arcok jelennek meg, tehát az emberek tulajdonképpen valójában kíváncsiak mindarra, ami itt a városban történt, és kíváncsiak azokra az emberekre, akik valami érdekességre tudnak szolgálni számukra. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan klub, ahova érdemes ellátogatni mindenkinek, és reméljük, hogy a következő 8-7-es program vonzó lesz mindenki számára. Február 1-től szerdától egy sorozatot indítanak, amelynek az a címe Kalocsai képeslapok. Ennek a programját ismertette a DK választókerület elnöke. 1-én szerdán a mellettem ülő Cselik Mária táncos, a népművészet mestere fog bemutatkozni. Második alkalommal, február 8-án pedig szintén egy nagyon ismert ember lesz a vendégünk, dr. Bálint József, Kalocsa város volt polgármestere, beszél magáról, nem csak polgármester, hanem címzetes főjegyző is volt. Harmadik előadásunk február 15-én lesz, talán egy kevésbé ismert emberrel találkozhatnak, őt úgy hívják, hogy Molnár Péter, és ő egészséges életmód mentor. Sokan találkozhattak már vele sporttal, vitaminokkal kapcsolatos előadásai kapcsán. Negyedik fórumunkban egy nagyon ismert ember lesz újra a vendégünk, sokszor szerepel a kalocsai médiában is, de talán itt egy másik réteget fog megszólítani, őt Szejc Tibornak hívják, és a beosztása szerint ő mentőtechnikus. 3. 1-én, március 1-én, mi van veled kérdéssel, a Kalocsa TV volt főszerkesztője lesz a vendégünk, Mácsai Tamás, aki elmondja nekünk, hogy mióta nyugdíjba ment, azóta mivel foglalkozik, hiszen úgy tudom, hogy az operatőrséggel most sem hagyott fel. Március 8-án Pejó Zoltán főszerkesztő lesz a vendég, majd március 22-én az utolsó előadás alkalmával Bolvári Ferdinánd lesz az előadó. 100 ember, havi 2500 forint. Ennyi állandó támogatóra lenne szüksége. Az összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítványnak, hogy fedezni tudják a dolgozók fizetését. Legutóbb sem gyűlt össze a 100 fő, amennyit kerestünk, csak körülbelül 50. A legtöbben azóta is rendszeresen utalják a havi 2500 forintot munkabérre, van, aki többet is, de páran azóta lemorzsolódtak. Természetesen ez nem szemrehányás, tudjuk, hogy mindenkinek nehezebb lett az élete, ez csak tény. Akkor azt mondtuk, hogy mivel muszáj felvennünk egy 8 órás alkalmazottat, 50 támogatóval is megtesszük, a másik felét majd valahogy összespóroljuk. Sajnos már nincs miből spórolnunk. Ráadásul úgy alakult, hogy mindenképpen fel kell vennünk még egy 4 órás alkalmazottat is. Egyszerűen nem bírjuk másképp megoldani, hogy mindenkinek legyen 1-2 szabad napja, de a menhelyen mind a 120 kutya rendesen el legyen látva. Szóval megpróbáljuk újra. Áll a közösségi médiás oldalukon. Úgy alakult, hogy a szervezet mindenképpen kell, hogy foglalkoztasson még egy 4 órás alkalmazottat is, másként nem tudják megoldani a szabadságolásokat, de a menhelyen mind a 124 lábúról ugyanúgy gondoskodnak, ami óriási kihívás és nagy feladat. Aki úgy gondolja, hogy tud és szeretne segíteni, állítsa be a rendszeres utalást a számláján,
biztosak benne a szervezetnél, hogy sokan csak elfelejtik, azért marad el. Ismét vásárol olyan kutyákat a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzése után szolgálatba állhatnak. Ezúttal kereső és járőrkutyákra is szükség van a szervezetnek. 10 hónaptól 3 éves korig jöhetnek szóba az egészséges kutyusok. Gazdáik február 17-éig e-mailben küldhetnek ajánlatot a vásárra. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező csippel ellátott kutyákat várnak. Járőrkutyának kizárólag német juhász kutya fajtájú, nagy testű kanebeket keresnek, a keresőkutyáknál ivarra, fajtára vonatkozó megkötés nincs. Egyes keresőkutyák speciális feladatokat látnak majd el, a folyami határátkelő helyek ellenőrzésében segítik a NAV munkáját. Erre a speciális szerepkörre kimondottan kis vagy közepes testű, az erős hangokra, mélységre, magasságra nem érzékeny ebeket várnak. A részletes feltételek a NAV honlapján elérhetők, a megfelelő kutyák tulajdonosai február 17-éig küldhetik el kezdő ajánlatukat a navkutyabeszerzés@nav.gov.hu e-mail címre. A levélben a kutyahívó nevét, fajtáját, ivarát, vételárát, a gazda e-mail címét, adatait, felirazonosítóját kell megadni, illetve jelezni kell azt is, hogy az eladó magánszemélyként vagy gazdálkodó szervezetként, például egyéni vállalkozóként, KFT-ként küldi ajánlatát. A hivatal felveszi a kapcsolatot azokkal, akiktől második konkrét ajánlatot is kér. A sikeres keresőkutya jelöltek először 21 napos próbaidőre kerülnek a kiképzőkhöz. A NAV várja a négylábú tehetségeket, a jövő sikeres kereső és járőrkutyáit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb pénteken találkozunk majd. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!